Hello! Üdvözlöm mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Majdásomban ismét egy érdekes és kissé jövőbe látó történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint az Under the Dog. Az Under the Dog műfaj tekintve a sci-fi, az akció és a dráma kategóriájához tartozik. Maga a történetünk egyes egyedül anime formájában jelent meg 2015 és 2016 között egy 3 perces special és egy 38 perces kisfilm formájában, melynek készítői nem mások voltak, mint Masahiro Ando rendező, illetve Jiro Ishii, valamint Yukinori Kitajima és Keigo Koyanagi forgatókönyvírók. Történetünk a közeljövőben játszódik, a tokiói olimpiát követően, amikor is egy biológiai fegyver hatására a világ egy új veszéllyel kényszerül szembenézni. A vírus hatására ugyanis megjelennek a virág nevű mutánsok, és azon szörnyek is, akik egykori emberekként a vírus által váltak gyilkológépekké. Azonban egy kis csoport keresi a megoldást a vírus megállítására, és a fertőzöttek megmentésére időközben szembeszállva az új világ rendszerével, s eközben rengeteg számukra fontos dolog feladozásával igyekeznek a reményt megtalálni. Összességében nekem vegyesnek hatott ez a történet, amely jó képi és hangvilága mellett remek koncepcióval és akciójelenetekkel is rendelkezett. Azonban egyértelműen legnagyobb hibája a lezáratlansága és a cselekmény rövid ideje. Így ha ezek alapján kéne ítélkeznem, akkor az Under the Dog egy 10/6-os alkotás lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!